Amikor Veszprémben kell a város egyik végéből átsétálni a másikba, hogy találkozzak a haverokkal, akkor azért elgondolkodom rajta, hogy hívjak-e egy taxit, vagy kocsival menjek, és akkor nincsen egy sörike megívás a haverokkal, hanem tényleg akkor nyugodtan marad az ember. Akkor azért nagyon elgondolkodok, mert ez egy fél óra séta és olyan a végére, hogy úristen, miért kellett ennyi gyalogolni. Itt meg arról beszélünk, hogy milyen közel 2 órát úszkálunk, és azt mondom, hogy hát jó van, ez jó volt. Gratulálunk az ezüstéremhez. Köszönöm szépen. Ha jól láttuk, akkor te ezt az ezüstéremet úgy élted meg, mint hogyha ha győztél volna, tehát hogy ez egy győzelem volt számodra, ugye? Persze, egyértelműen azért nyilván úgy jöttem ki, hogy érmet szerettem volna nyerni, és ez egyértelműen teljesült, és megvan az ezüstérem. Európa-bajnokságról van egy ezüstérem, 10 kilométeren, VB-ről egy negyedik helyem, tehát valójában azért előrelépés az elmúlt 2 évben a 19-es VB-hez képest, hogy én mindenképp elégedett vagyok. A Szilágyi Áron mekkora nyomást tett rád, amikor beköltöztél? Nem, egyáltalán nem tettek rám a nyomást a vívók, tehát tényleg ők is próbálták poénosan felfogni, amikor megjöttek, ugye pont aznap jöttünk meg, mikor ők megnyerték a csapatban a bronzérmet. És először megjöttek az Áron, meg a Szatmárián is az apartman, ugye ezt Siklósi Geri helyére költöztem be, aki ugye nyilván ezüstérmes lett, hogy nem kell bemutatni senkinek. És aztán az Áron meg a Szatmán is mondta, hogy azért ez egy olyan szoba, ami legalább ezüstérmet ér. És aztán ilyen éjfél körül megjött a Gémesi család meg a Decsitami, és mondták, hogy nem akarnak teret rakni rám, de csak azt szeretnék megjegyezni, hogy ez a szoba eddig 6 érmet hozott. És akkor erre mondta az Áron, hogy hát jó van, azért szerintem jó igazolást tettünk. Nyilván elpoénkodva a dolgot, de azért sikerült nekik megjósolni az eredményt. Amikor te beköltöztél, onnantól gondolom folyamatosan edzés volt, készültél a versenynapodra. Most pedig már ugye a versenynapon túl vagy, de már készülsz a hazaútra. Mennyi időd volt bármennyit is felfedezni ebből a faluból a mai nap? Hát tulajdonképpen úgy alakult, ugye, hogy miután beköltöztünk onnantól, másnap reggel bele is álltunk az egészbe, 2 edzés. Gyakorlatilag a vasárnap volt egy olyan nap, amikor 1 edzésünk volt. A délután elmentünk az ajándékboltigon, bevásároltuk a kötelező ajándékokat hazavitelre, és aztán gyakorlatilag ennyi volt a falu felfedezés. Meg hát aztán most elmentünk a japán étterembe. Nagyon jó kaját adnak, úgyhogy aki még nem próbálta ki, az mindenképp menjen. És aztán utána megcsináltattuk az ingyenes cipőt ugye a sportolóknak. Aztán gyakorlatilag ennyi is volt, tehát úgy próbáltuk bejárni a falut is, meg nyilván felszálltam, most ugye hoztak vissza a dopingvizsgát után a kis Tokió 20-as taxival, és aztán ott az ajándékboltnál tettek le, úgyhogy azért kellett gyalogolni egy keveset ide a házig. Föl is szálltam a buszra, mondom, kipróbálom ezt az önvezető buszt. Azért nagy csalás, tehát azért ott áll az emberke slow down, meg go gombokat nyomkodja rendesen, úgyhogy érdekes, de tényleg azért fura volt azt látni, hogy nincsen sofőr meg semmi. Nyilván azért láttunk szinte mindent, tehát azért a házak azok nagyjából ugyanazok, 5 karikához mi is kimentünk, mi is fotózkodtunk, meg amit lehetett kipróbáltunk. Ezt a Bicsák Bencéről is beszéltük a triatlonos ráccal, hogy ő is, te is egy borzasztó szerény, jókedvű, mosolygós rácnak tűnsz. Biztos, hogy át kell szellemülnöd neked is a versenyen egy kicsit, mert hát ott elképesztő adok-kapok megy néha a vízben, nem? Tehát... Hát alapvetően azért tényleg mindenki próbál a saját versenyének koncentrálni, és nyilván, hogyha nagyon sokat cseszteted a másikat, tehát fogdozod a lábát, vagy akaratlanul is hozzáérsz, akkor azért egy idő után az ember megelégeli, és odarúg, odaüt, megpróbál egy kicsit odébb pakolni, vagy valami, meg nyilván azért fordulóban mindenki a lehető legrövidebben akar fordulni. Tehát aki kívül van, egy 3-on úsznak egymás mellett, és aki kívül van, az is legbelül akar fordulni egy idő után, nem akar plusz 10 métert úszni azért, mert hogy jó van neked, itt hagyok helyet, aztán majd elfordul szépen, mert azzal időt veszít. Úgyhogy nyilván ilyen helyzetekben azért vannak olyanok, hogy egy kis bunyó kialakul. Most volt pont a brit gyerek, aki úgy jött ki, nem is fejezte be a versenyt, és verseny után láttam, Jézusom, úgy beverték a szemét, gondolom kapott egy rúgást a szemüvegére, és ugye azért az nem kellemes, amikor ott a szemüveg amúgy is az jó, meg van húzva, hogy nehogy belefolyjon a víz, meg semmi. Kapott egy rúgást rá, kap egy jó sarkast,
azért az, annak marad nyoma. Legtöbbször azért felszakad a személy, aztán le van tudva az a dolog. A gyerek úgy jött ki, mint aki egy boxmeccsről jött, és úgy jól megverték. Azért ez benne van, de úgy a nagy általánosságban azért tényleg mindenki próbál az úszásra koncentrálni, és nem arra, hogy most boxmeccset rendezzünk, meg letépjük a másiknak a gatyáját, meg kitépjük a karját, és akkor majd azzal itt lóbálunk, hogy akkor én nyertem. Úgyhogy tényleg visszafogottabb azért ennél a helyzet. Meg ha jól tudom téged, a testvéreid azért felkészítettek egy ilyen, erre a kemény szituációra. Persze azért most nyilván itt azért van a versenyeken, hogy az ember amikor benn van a bolyban, akkor kap egy két könyököst, vagy emeli ki a fejét, a másik meg pont akkor viszi kicsit szélesebben a kezét, akkor kap egy ütést a tarkójára. Erre azért két fiú testvér mellett, így hogy hárman vagyunk, azért föl lehet készülni, tehát azért nyilván mi sem voltunk szentek, mi is azért ütöttük, vágtuk egymást, amikor lehetett, meg kimentünk a kosárpályára, és akkor ott azért könyökölt az ember, meg rugott, meg harapott, amikor bunyózás volt, úgyhogy fölkészültünk erre, amennyire lehetett, de nyilván az, amikor úszáson van a hangsúly, akkor próbál az ember az úszásra koncentrálni, és nem arra, hogy most akkor kit hogy várja nagyon. És mit gondolsz ezeket a szkíjeidet tudnád kamatoztatni mondjuk egy másik sportágban is? Tehát mondjuk a hárai pufit meg tudnád fogni backben egy vízilabda meccsen? Hát azért ahhoz még egy kicsit vastagodnom kéne, de nyilván így az ember, amikor úszó, akkor elgondolkozik azon, hogy mi lenne, hogyha vízilabdázna egy kicsit. Hát úgy vagyok benne, hogy azért ugye szélen egészen jól ellennék, meg hogyha egy-két indításnál meg kéne úszni, akkor lehet, hogy jó lennék, de azért beállósnak nem, vagy centernek nem mennék be középre, hogy akkor most jöjjön a két védő, azt adjon, amit tud, meg tépje le a gatyámat, tényleg a sapkát, amikor ott hagyják középen. Hát úgy vagyok vele, hogy azért örülök neki, hogy úszó mellettem, és nem vízilabdás lettem. Nagyon durva körülmény, hogy hajnali kelés, tehát hogy olyankor, amikor más lefekszik, mondjuk én, akkor ébredsz. Hogy lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy mondjuk, nem tudom, normális ritmusban éled az előző napodat, illetve tudjál szurkolni mondjuk a többi magyarnak, akiket ugye a tévében tudsz követni? Hát igen, azért nem egyszerű, nyilván azért nekünk viszonylag hajnalban vannak az edzések otthon is, tehát ugye ilyen 6 óra körül szoktuk edzeni az edzéseket, tehát ilyen 10 óra körül általában azért feküdni szoktam. Hogy legyen valami normális alvásmennyiség is, és ne úgy álljak oda a reggeli edzésre, hogy így nézek az edzőmre, hogy hol vagyok egyáltalán, mi ez az úszoda, mi ez a sok víz itt. Úgyhogy tényleg azért viszonylag hozzá vagyok szokva a korai fekvéshez, de ez a 6:30-as kezdés így versenyen, ez azt jelenti, hogy olyan, főleg így, hogy 3:45-kor indult a busz a versenyhelyszínen, ez azt jelenti, hogy azért olyan 2:45-kor föl kellett kelni, be kellett fejezni a pakolást, amit azért előtte nap az ember elkezd, hogy tényleg benne legyen minden, de azért az utolsó, ránéz, még biztos eltettem mindent, benn van az utolsó darab is, amit visz magával az ember a versenyre, azért ez kell hozzá, és aztán ugye kell egy idő ahhoz is, hogy reggelizzen az ember. Úgyhogy ez ugye pont egy birkózó olimpiai döntő volt a Lőrinc Viktornak aznap este, illetve a vízilabda meccs is volt a fiúknak a horvátok ellen, ami azért nem kis meccs, tehát ugye azért ott tartunk, hogy azért a legjobb 8 között már olyan meccsek vannak, ahol tényleg élethalálra megy a mérkőzés, és nagyon nagy ellenfelünk volt a horvátok. Úgyhogy szívem szerint végignéztem volna az egészet, de végül sem a birkózó döntőre, sem a vízilabda meccsnek az utolsó másfél negyedére nem maradt időm, hanem úgy döntöttem, hogy jó, akkor itt most talán van esély elaludni. Úgyhogy elmegyek, lefekszem, kikapcsoltam a tévét, elmentem elaludni. Úgyhogy nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy megérte ezt az áldozatot. Nyilván gratulálok a srácoknak, hogy tovább jutottak és benn vannak a 4 között. Illetve a Viktornak is az ezüstérmes, mert hát azért óriásit ment. Mi lesz majd otthon most? Mi várható? Gondolom egy kis ünneplés, egy kis lazulás, vagy marad ilyenre időd? Vagy ez pont egy olyan sport, amikor nem egyáltalán nem szabad ellazulni? Hát... most azért nem lesz sok idő a lazulásra, mivel az elmúlt 2 évben, ugye ez a 2020 kezdetétől kezdve gyakorlatilag az összes világkupa, Európa kupa elmaradt számunkra, az összes olyan verseny, ami volt, az elmaradt, és ezt most nagyon megpróbálják bepótolni. Lement most az olimpia, következő hétvégén Európa kupa, utána a hétvégén megint van verseny, utána a hétvégén világkupa, aztán megint Európa kupa, úgyhogy most nagyon sűrű lett a program, október 1-ig gyakorlatilag minden hétvégén szinte verseny van valahol Európában. Pont ma mondták, hogy decemberben aztán mégiscsak bejön még egy világkupa, úgyhogy nagyon nehéz ezt most leállni decemberig. Talán a
karácsonyi újévi szünet lesz megint az, amikor az ember le tud állni és közel 100 kilósra meghízni. És meddig lehet ez bírni egyébként? Tehát, hogy ebben a sportban hány éves korig menetelnek a legnagyobbak, vagy hogyan észti fel ez a testet? Hát ez is megint nagyon változott. Tehát ugye a medencés úszás is egyre jobban fiatalodik, és most az elmúlt x évben azért az, hogy 2008-ban bejött a nyíltvízi úszás is az olimpiai sportágak közé, ez egyre jobban fiatalítja a mezőnyt, és ugyanúgy, ahogy én bekerültem gyakorlatilag 19-20 évesen az élmezőnybe, a felnőtt világmezőnyben, ugyanúgy jönnek be továbbra is az IFI EB-ről, az IFI VB-ről győztesek, jönnek be a felnőtt mezőnybe, és igenis ott vannak és trónkövetelők, úgyhogy egyre jobban fiatalodik a mezőny, de azért még mindig van rá példa, hogy 30 fölött oda lehet érni, és azért vannak egy jó pár, akik még mindig 40 fölött is akár űzik. Hát meglátjuk, meddig bírom egyáltalán ezt az edzésmennyiséget, meg meddig van az, ameddig azt mondom, hogy igen, ezt még csinálni szeretném, és bírom is, és nem úgy megyek le az edzésre, hogy Jézusom, már megint ennyit kell úszni, hanem úgy vagyok ott, hogy igen, csináljuk meg, és a következő versenyen a lehető legjobbat akarom nyújtani. Már így is ugye nagyon szép eredménysorral büszkélkedhetsz a nemzetközi versenyeket, illetően főleg ugye a mai nap után, de gondolom azért még így is vannak céljaid. Vannak célok, azért Európa-bajnokságon úgymond csak egy ezüstérem van ezen az olimpiai távon 10 kilométeren. Emellett megvan úgymond az érem paletta, hiszen 18-ban volt aranyérem, ezüstérem, idén egy bronzérem a váltóval, úgyhogy ilyen szempontból az Európa-bajnokságokon szinte teljes a kollekció, de azért a 10 kilométeren szeretnék még Európa-bajnok lenni. Illetve azért ott van a világbajnokság, ahol egy VB aranyérmem van 5 kilométeren, de a 10 kilométeren még nincsen érmem, úgyhogy mindenki próbálnék ezen javítani, és akár bármilyen érmet, de leginkább az aranyérmet bezsebelni. Úgyhogy ez a következő 3 év azért arra lesz jó, hogy tényleg az Európa-bajnokságon, világbajnokságokon teljesítegyem a kollekciót.